Ezt a kultikus fegyvert talán mindenki felismeri, az AK-47-es gépkarabélya világ egyik legismertebb fegyvere. Ezen kívül még 17 géppisztolyt láthatnak itt a Jós András Múzeum látogatói. A pénteken nyílt tárlaton az elmúlt 100 év fegyver történetét ismerhetik meg az érdeklődők, az interaktív kiállításon kis filmeket nézhetnek, valamint történelmi ismertetőket is olvashatnak a múzeum látogatói. A kiállításban hál' Istennek sok különleges fegyver van, azt nem mondanám, hogy csak itt látható, de Nyíregyházán nem volt még sok közülük látható. Ezek közül amerikai és német fejlesztések is vannak, de szerintem a hátam mögött éppen látható az a fegyver, amely a II. Világháború 43 és 44-es évében megváltoztatta a fegyverekről alkotott felfogást. Ez a Sturmgewehr 44-es, ez egy rohampuska, egy német fejlesztés. A kiállított fegyvereket a Hadtörténeti Múzeum és a Józsa András Múzeum biztosította. Amerikai, német és orosz, valamint magyar géppisztolyokat is bemutatnak. Többek között a Király Pál tervezte első magyarországi gépfegyvert, amit később rendszeresítettek is a magyar királyi honvédségben. Az első világháborúban még csak kezdeti, a második világháborúban pedig már a továbbfejlesztett változatát használták az ilyen típusú fegyvereknek. Ezek már sokkal nagyobb tűzerőt képviseltek, sokkal nagyobb lövési, tehát sokkal nagyobb lövési képességgel rendelkeztek, ugyanazokkal a paraméterekkel, lőszer paraméterekkel. Ez egy hatásosabb lőtávolsággal és egy erősebb fegyver jelentett magában. Ezek a fegyvereknek a kialakításában nagy előkészületében nagy előnye volt, hogy sorozatlövés leadására volt alkalmas. A pisztolyok korábbiakban nem voltak képesek erre, tehát egy azonos időszakban sokkal több lövedék kilövésére alkalmas ez a fegyver. Bár ezeket a fegyvereket a legtöbben a háborúhoz kötik, ezek a kultikus géppisztolyok sok esetben a filmek által lettek ismertek. A tárlat június közepéig látogatható a Józsa András Múzeumban.